Évek óta fájó pontja Bonyhádnak a Perccel kúria elhagyatottsága és a sebek, amiket az idő vasfogamart bele a műemléki, nem csak építészetileg, hanem történelmi, érzelmi vonatkozásában is jelentős épületbe. Az önkormányzat évek óta várt olyan pályázati lehetőségre, állami forrásra, amiből az épület nem csak megmenthető, hanem újra élővé tehető, bekapcsolva Bonyhád vérkeringésébe, ezzel pedig visszaállítva méltó helyére, hogy újra díszévé és büszkeségévé váljon a városnak. A kastélyt, Perccel Mór honvédtábornok szülőházát ebben az állapotában valószínűleg utoljára látjuk. Sok szeretettel, megtiszteltel köszöntök mindenkit. Szerdán rendkívüli sajtótájékoztatón jelentették be, a kormány több mint 1,5 milliárd forintos támogatást ítélt oda a völgységi városnak. Ebből a támogatásból egy komplex sportcélú fejlesztés valósulhat meg, amiben a Perccel kúria is jelentős szerephez jut. Több 100 millió forintról beszélünk, erre sajnos saját forrásból a városnak nincsen egyelőre lehetősége, és olyan pályázati felhívások, lehetőségek, amelyek a 2014-ben volt legutóbb egy Norvég alapú pályázat kapcsán, amiben sajnos nem értünk, azóta sem álltak rendelkezésünkre, és ezért jött a közös gondolkodás, hogy akkor próbáljuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a sportfejlesztésbe ez is beleférjen. Ugye mindjárt tudjuk, hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül kollégiumként működött az épület, és 2008 óta áll üresen. A városban mindig is fontos szerepet szántak a sportfejlesztéseknek. Bonyhád az elsők között volt például 2010-ben, akik bevezették a mindennapi testnevelést az iskolákban. Most egy olyan sport- és rekreációs centrummá bővítik a városi sportpályát, bekapcsolva a Perccel kúriát, ami a jövőben rendezvény- és sportközponttá alakul át, megőrizve az épület műemlék jellegét. A fejlesztés alapjaiban változtathatja meg a város sportéletét, nem csak a versenyszerűen sportolókra gondolva itt, mondta Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője. A kormány a múlt heti döntésén hozott arról határozatot, hogy egyedi támogatásként támogatja a Bonyhád város sportpályájának a felújítását, és ezzel párhuzamosan pedig a Perccel kastély felújítását és rekreációs sportcélú felhasználását. 1,567,180,000 forintot kaptunk erre a fejlesztésre. 2020. december végéig kell a beruházásoknak elkészülni. Én azt gondolom, hogy ez az új fejlesztési lehetőség is a város sportéletét fogja fejleszteni, hiszen amikor sportról beszélünk, akkor nem csak a versenysportot kell megemlíteni, hanem a tömegsportot is, és akár a mindennapos testnevelésnek a támogatását. Én úgy gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel is elsősorban a gyerekeket és a fiatalokat támogattuk, ami egyébként a magyar jövő szempontjából legfontosabb. A szabad miniszterelnököt idéznem, aki épp a vasárnapi évértékelőjében fogalmazott úgy, hogy a vakszerencsének semmi nem köszönhető, minden mögött kemény munka van. Így voltunk ezzel mi is, mi hosszú hónapok, sőt mondhatom évek óta dolgozunk azért, hogy ez a bejelentés ma megtörténhessen. Aktív részesei voltunk minden fázisában ennek a háttérmunkának, természetesen államtitkár úrnak a partnerségével és segítségével, és mint ahogy ő is említette, Süli miniszter úrral, aki mint volt polgármester kollégája is, mint a Tolna megyei MLSZ elnöke is, és mint országgyűlési képviselő is segítette és támogatta ezt a törekvésünket. Úgyhogy elsőként mindenképpen Magyarország kormányának kell megköszönnöm azt, hogy a kérésünket meghallgatta, hogy egyetértett a mi fejlesztési elképzeléseinkkel, és hogy magát a megvalósítást támogatta, nem is kevés összeggel, 1,567,180,000 forinttal. Bonyhád egyedi kérelem alapján nyerte el az állami támogatást. A magyar kormány elsősorban a magyar családok támogatásával szeretne a továbbiakban is foglalkozni. A politikánknak a középpontjában a családok és a gyerekek támogatása van. Ezt a célt szolgálja azt is, hogy a sportcélú támogatásokra az elmúlt időszakban és a következőben is jelentős összegek mozdultak meg. Ez jelentheti akár a mindennapos testnevelésnek a bevezetését, jelentheti azt is, hogy számos településen, városban, kis településen megújultak a sportpályák, sportcsarnokok, illetve tornatermek épülnek, uszodák épülnek. Két beruházás valósul meg, de egy fejlesztési terv részeként. Egyrészt a sportpályán, a városi sportpálya újul meg, és
kap új öltözőket, klubszobát, orvosi szobát, a centerpálya, edzőpályák, van amelyik műfüves borítással, van amelyik pedig dréncsöves, öntözőrendszeres élőfűvel kerül megújításra, parkolóhelyek bővülnek, a lelátó minden igényt ki fog elégíteni, és a szurkolók örömére remélem, hogy olyan állapotba kerül, ami alkalmasra teszi a tartalmas szurkolásra az ott töltött időt, és minden mást, amit megálmodott valamikor a BVLC néhány évvel ezelőtt, azt most ebből a forrásból meg tudjuk valósítani. A másik lába ennek a fejlesztésnek, az pedig a Percen 44-ben Percenmúr szülőháza, a kuriális háznak a felújítása, amely gyakorlatilag egy sportrekreációs funkciót fog majd ezentúl betölteni, jelesül szállást helyet adva azoknak az ide látogató sportolóknak, akik edzőtáborokba, sportkonferenciákra, versenyekre érkeznek a városba. Természetesen más célral is igénybe lehet majd venni, hiszen egy konferenciateremmel, rendezvényteremmel bővül és újul meg majd ez az ingatlan, de az alapvető lényege az az, hogy olyan forrást kaptunk ezáltal és olyan támogatást a Magyarország kormányától, amivel ez a műemléképület hosszú évek óta üresen áll, nagyon rossz állapotban volt, nincs olyan bonyhádi polgár, aki bízom benne, hogy ne örülne neki, hogy most kap a támogatásból, ez teljes mértékben megújulhat, új tetőszerkezet kerül majd felújít megépítésre, a nyílászárók, homlokzatoknak a felújítására kerül sor, teljes gépészeti felújításra kerül sor, és ami még szintén nagyon fontos az épület megújulása mellett, és a nagyon jó célú hasznosítás mellett, hogy az udvar, amely természetvédelmi terület, a gyönyörű parkos fákkal is szintén megújulhat ebből a támogatásból. Országgyűlési képviselőként nyilván az ember elsődlegesen a saját körzetét támogatja, illetve szolgálja. Szerintem ezzel minden képviselő így van. És jó látni azt is, hogy egyébként itt Tolna megyében mi országgyűlési képviselők mindig közösen együtt tudtunk dolgozni. Gondolok itt Hirt Feri barátomra, aki már nincsen köztünk, Horváth Istvánra és Süli Jánosra, akikkel együtt dolgozunk most 18 óta, de hát nyilván már előtte is közöttünk nagyon jó kapcsolat volt, és munkakapcsolat volt. És amikor a megye fejlesztéséről van szó, akár sportról, oktatásról, kultúráról vagy gazdaságról van szó, akkor mindig közösen gondolkozunk. A sportpályán helyet kap még 2000 négyzetméteren egy atlétikai pálya, de egy rekordtán borítású futópályát és teniszpályát is kialakítanak. Az elmúlt években Bonyhádon közel 9 milliárd forintos fejlesztések valósultak meg. Hogyha végigvesszük, hogy az elmúlt néhány évben pályázati forrásokból 6 milliárd forintot hoztunk a városba, emellett persze azért meg kell említeni, és fontos is megemlíteni az önkormányzat saját forrásából történt fejlesztéseket. Ezek azért nagyságrendekkel kisebbek, de bízunk benne, hogy itt is növekedés van, mint ahogy már az idei évben megduplázhattuk ezeket a terveket, hogy idén mennyit fordíthatunk fejlesztésekre saját forrásból, és még az említett három egyedi döntéssel, amit a kormánytól kaptunk, ami a gyors felszámolással néhány millió hiány 3 milliárd forintot tesz ki. A 750 millió északi elkerülő útnak a megépítése rögtön a ciklus elején, kezdő polgármesterként ezzel kezdtem a tevékenységemet ennek az intézése ügyében. A második a sportcsarnok felújítására, amire 674 millió forintos támogatást kaptunk, és most az 1 milliárd 567 millió 180 ezer forint. Ezt a három összeget, ha összeadjuk, ez tényleg néhány millió forint ilyen 3 milliárdot tesz ki. A pályázati forrásból elnyert 6 milliárd, ez az egyedi döntéseken alapuló 3 milliárd összesen 9 milliárd forint. 5 év alatt egy város életében én azt gondolom, hogy a helyemben bárki örömmel állna most. A sport és rekreációs fejlesztés kapcsán augusztus 31-ig zajlik a közbeszerzés és az engedélyezés, majd ezt követően 2020. augusztus 31-ig tartanak a kivitelezési munkák. 2019-ben a most bejelentett sportcélú fejlesztéseken kívül a város szennyvízhálózatát és a csapadékvíz elvezetést is rendbe teszik, de egy egészséglogisztikai központ is megépül a városban.